Now turn up. Hejni, Franco. Oksi, oksi, oksi. Kíváncsi ezek ebben, szerintem ugyanaz a hosszú csavarmehet gondolom, mint a általában a többibe. Többi helyre akarom mondani. Elég passz. Nem, ez hosszabb. Ez oda nézetek. Oda nézetek. Ez hosszabb csavar. Vagy várjátok, az egészet fogja, aha! Hülyeséget mondtam, a hengert mindent fog az egybe. Tehát ez most szerintem a forgatyús házat, van egy közdarab, és utána jön a henger. De én most ezt leveszem, és az egész mindent egyben fog ez a csavar. Forgatyús házat, a közdarabot, gondolom, hogy közdarabban lesznek a csapágyak. Ja, vagy valamit tudom én. És akkor fölötte van a henger. Jó. Úgy. Hát igen, szegényem, ja. Most kíváncsi leszek majd, ha sikerül bele szerezni ezt-azt. Hát úgy nézem, tömítések az alap, cimmering az alap, csapágy, hát nem tudom, csapágyat meg kéne majd nézni, meg milyen alapot van, de ha már szétszedtem, akkor lehet, hogy nem ártana azt is cserélni, csak ugye akkor lehet, hogy viszont akkor, hát lehet, hogy le kell vennem a lenkereket. Hogy ne kéne levennem, ja. Szétszerésnél oké, okay, de viszont most gázban vagyok, vagy bajban leszek, mert hát ugye már, ja, valamit fel kell tenni a szimmeringeket, és ezt nem lehet átcsúsztatni a tengelyen. Na, itt van a négy kis csavarka, tehát ezt nem összekeverendő többi alkatrészsel, és akkor elsőként lejött a hengerünk. Szépen el is vált. Na figyeljetek, így széthúzom, tehát fölül felén van a kipufogó, ugye? Felén van a kipufogó nyilása, vehetek visszahajtom a kamerát, hogy így né. Felén van a kipufogó nyilása, és akkor szépen óvatosan kihúzzuk a hengert magát, vagyis a dugattyút, mert én szerintem ennek talán semmi baja nincsen. Oké, tehát így volt rajt. Így volt rajt, na figyeljetek, én kicsit összekarcolgatom itt ezt a részt, jó? Hát most ennek nem lesz az ég adta világon semmi baja. Ugyané. Oké, csak azért mondom, hogy tudjam, hogy ez a kipufogó felüli oldala. Bár már a rugattyú tetején nem látom, hogy mi van, még mi sincs. Van-e rajtjelölés, vagy nincs, mert ugye most is tiszta dzsuakosz korom. De ez a tuti. Ez a tuti, hogyha előre bejelölöm, akkor tudom, hogy erre néz a kipufogó, az kész. Ugyané. Na, a kipufogót, hát a henger, azt én azt mondom nektek, hogy elég szép állapotban, arra nézzetek. A tömítés, hát ja. A tömítés az már lehet, hogy látott szebb napokat is. Az már lehet, hogy látott szebb napokat is, mert azért egy-két helyen már elég jó olajos. Tehát lehet, hogy ki is toltam az olajat, a franc se tudja. De még szép állapotban. Na. És azt nem tudom, hogy... Mert én nézegettem tömítéseket, és ugyebár... Ott olyan, hogy itt van egy kis... bemarás, vagy hézag, ezen meg nincs. Akkor nem tudom, milyen tömítés kell alá. Na mindegy, figyeljetek oda, ez lesz, egy ilyet kell szereznem akkor, ha minden igaz. Aztán... Nem tudom, ez ide valós, nézzetek, olyan tök érdekes, ott vannak, hogy a hullámok alatta, meg mit tudom én mi. Ott az nem tudom, mit akar rá, ott nincs ott semmi, ami... Ott meg is fogta. De lehet látni, hogy a tömítés alatt ott barnább is a henger talp. Látjátok, ha leveszem. Ott a minták, ahol vannak, ott tök érdekes, ott olyan barnábba. Tehát odáig még bement a szufla. Na mindegy, figyeljetek oda. A kipufogó abban van korom. Oda nézzetek, be van rakodva rendesen. Azt ki kell pucolnom. Elég szépen ben van. Még szerencse, ez a kemény korom, ez a maszat. Látjátok. Megpróbálok neked bevilágítani a lámpával.
Na, látjátok a kormot? Oda nézzetek, azért van ott lerakódás dögive. Azért az még szerencsé nem ment befele. Nem ment be, mert hát sajnos ugye ilyenkor van az, mikor bemegy ilyen korom darabka, mint láthattátok több gépben is, ugye ti is mondtátok, hogy ja, sajnos meg tudja karcolni a dugót is, meg a hengert is. De nem tudom, hogyan mutassam ezt nektek, hogyan tudjak úgy bevilágítani, hogy szép legyen, vagy látható legyen. Hát itt sajnos ilyen listán nem tudok rájönni, hogyan francba tudnám én ezt megvilágítani. De talán így. Így jó, ugye? A frankó. Nézzetek oda. Egy kis pici csikók vannak rajta, de az minimális. De nem brutális. Nagyon szép ez a henger szerintem. Szép a henger belseje. De viszont ugye korról a kipufogó felőlő oldalon ott vannak azok is gyenge karcok, mint látható. Hát ja, lehet, hogy egy-két kis korom szemcse bement, de hát ugye ezt minél előbb ki kell takarítani. Minél előbb. Tehát ezért is érdemes szétszedni már az ilyen gépeket. Szerintem. Mert ha már egyszer javtekó van, vagy minden, akkor kis időt is, meg kis anyagi ráfordítás, aztán nem azt mondom, hogy újra régi lesz, de azért sokkal jobb lesz. Remélhetőleg sokkal jobb lesz, itt mondom a hülyeséget, aztán lehet, hogy ugyanott leszünk, ahol a parc akad, mikor összerakom mi. Na mindegy, de az a lényeg, hogy mi megadtuk, amit meg kell neki adni. Na most még ezt a micsodát szét kéne húzni, mert ugye a forgattyús házat még szét kéne vennem innit valahogyan, meg ezt a lentkereket. Hát ezt még minden esetre le kéne vennem. Hát lehet, hogy most kéne próbálni amit lekoppogatni. Hát tudom, ez megint az én technikám, hogy a francba tudnám most én ezt levenni innét. Hogyan tudnám lehúzatni? Nem tudom, a rábasteiger lehúzóm ezt meg tudnám fogni. Megpróbáljuk. Nem tudom, hol tettem el. Már mostanában nem használtam. Na itt ez a nagy, csak rábasteiger lehúzónak mondom. Lehet, hogy még jó is lenne, hát ha meg tudnám úgy fogni, hogy minden oké lenne, akkor talán még le is tudná venni a micsodát, a lentkereket. Ha, ki tudom odáig tekerni. Mondjuk valamikor majd nézek valami másabb megoldást, valami komolyabbat, és ami megfelel ezekre a célokra. Na, belekapaszkodik, látjátok? Szépen. Szépen bele is kapaszkodott. Na most aztán most úrik a majom vízbe, hogy... Hányas kulcs kell erre? Nem is tudom ma. 19-es talán. Meghúzatom. Megfeszítem, hogy nem mozorogjon már akkor, ugye? Keresek egy, azt hiszem 19-es kulcs kell rá, vagy hányas. Nem, hülyeséget mondtam, 17-es talán. 17-es kulcs. Hoppá, lélik ő. Várjatok. Hát ez megint nagy. Parker, hogy nincs egy 17-es kulcsom most így hirtelen? Na, ez talán jó lesz. Na, és akkor megpróbáljuk a levételét, jó? Hú, de jó. Passzos. Kicsit meg kéne koppogatnom. Hát pedig jól lenne levennem, mert hát másképp nem tudom rátenni a micsodát. Sajnos. Másképp nem tudom levenni a szimmeringet. A szimmeringet meg ugye szerintem mindig kell átcsúsztatnom, ha onnan, máshonnan. Na kérem. Első olyan lentkerék levétel, ami hát hivatalos. Ami hivatalosan sikerült levennem. Ez ilyen kupos henger, most nézem. Kuposan van megoldva. Hát nincs is bennék. De van, bocs. Hülyeséget mondtam. Hát a... Hol az ég? Az lenne az az ég, ami ott van bent. Annyi össz-vissza az ég. Hát ez jó. Ennyi az össz ég. De szerintem megfogja. Na mindegy, figyeljetek. Sikerült levennem. Első hivatalosan lentkerék lehúzóval, vagy ilyen rábasteiger lehúzóval. Sikerült levennem a lentkereket. Jó, majd akkor ha levettem, akkor egy pucolás, meg ez, meg az, meg amaz, ráfér. Na de most már akkor tényleg térjünk rá, szét kéne ezt venni, mert most már ugye szabadon rá tudjuk csúsztatni a szíveninget,
meg esetlegesen a csapágyat. Hát ez ragasztva volt, látom. Ja, ja, le kell vennem a dugattyút. Mert ezen se jön át, hál' Istennek, ugye. Ha-ha-ha. Persze, hogy jól megcsinálva, hogy nagyon már jól érez magad, érted? Ki kell venni a dugattyú micsodát is. Csapszeget. Ó, bakker van. Na, mindegy, figyeltek. Adon én meg van jelölve, hol van a jelölésem, a franc se tudja már. Hova jelöltem meg tényleg? Itt van a jelölés, tehát ez a kipufogó felő oldala. Na várjátok, akkor azt kell csinálni, dugattyút is meg kell néznem, hogy egyáltalán ezen van-e valami jel. Addig nem veszem le. Mert akkor a dugattyút is meg kell jelölnöm valamilyen szinten. Úton, módon. Na, mi van ebből, meg nem jön a cucc. Hát kandalló tisztítót tolok rá. Így, né. Kicsit átjáratom, átitatom. Addig oda tesszük, aztán megvárjuk, hogy hasson. Megnézzük, hogy... Na, hol van ez a kis dörzsikém? Valamikor még láttam, itt volt. Itt tudom, én már dobáltam, mit el, itt van ilyen. Ez is jó lesz. Úgy, né. Na és akkor megpróbáljuk. Kicsit a kandalló tisztítóval is ezzel a... Nem is tudom, minek nevezzem ezt az anyagot. A tetejét átpucolom, egyszer csak arra vagyok kíváncsi, hát elvileg talán leveszi róla ezt a kormot, és akkor talán dugattyú nem kell bele. Nem tudom, majd megnézzük ezt a dugattyút, hogy egyáltalán egy kettő dugattyú gyűrűs, látható, két gyűrűs akarom mondani. Hogyha már itt szétszedte, nem kéne ebben cserélnem dugattyú gyűrűket is, de hát ezt majd nem én döntöm-e természetesen. Na, oké, okay. Kérem, letörlöm, aztán megnézzük, hogy hát talán itt ez a valami, az talán azt jelzi, az egy háromszög akar lenni, az azt jelzi, gondolom. Na, még egy kis pucolás. Úgy. Megtörölöm. Vajon felveszem az okulárét, mert ide már azt kell látom már megint. Hogy hát itt van valami szám talán, vagy mi a franc az, ugye? Meg ott egy kis halovány, na így itt a látható, így ugye látható, hogy ott a jel. Tehát a másik felől, hát ott meg Isten tudja mi van. Itt is van valami beütés. Na mindegy, figyeljetek, azt kell csinálni, valahol belül meg kéne jelölnöm alkoholos filccel, vagy valami útmutató alapján. Tudjam úristen, hogy egyáltalán ez a fele az. Hát nem tudom, az alkoholos filc ez megfogja-e. Mindegy, én megjelöltem így. Talán remélem, hogy olyan tapogatom, úgyis le fog róla jönni, de bízok benne, hogy elvileg akkor másik oldalt úgy nézem, hogy olyan jelecske, mint ez itt, olyan nem hiszem, hogy van. Ott van valami Isten tudja, vagy csak kórom, beütések azok, vagy Isten tudja jelölés, de viszont itt van valami nyílforma, valami olyasmi. Na mindegy, figyeljetek! Ja, na most azt kéne megnézni, ott van benne az éger. Mi az éger, mi az rögzítő gyűrű. Na rába Sterger lehúzott, ezt elrakom innen már. Mostanában úgyse kell talán. Mármint ehhez a géphez. Úgy né. Na hol a francba van a... Ezt nem értem. Most ebben a felében nincs is rögzítő gyűrű. Látjátok? Én nem látom a szárát sehol. Másik oldalt viszont látok. Tök érdekes. Másik oldalt meg így van, látjátok? Ott van bent. Ott. Most akkor egy oldalon lehet csak kitolni ezek szerint? Mert ez fix. Én nem látok itt semmit, nézzetek oda. Ezen a felén semmit nem látok. Ja. Akkor lehet, hogy elvileg ezzel utalnak arra, hogy nehogy már fordítva tegyed föl. Vagy mit tudom én.
Nem tudom. Na. Hál' Isten, jóban van. Oké, megvan. Tehát akkor elvileg onnét kéne errefele kitolnom a cuccos. Na figyeljetek, itt mert dugattyú oldalán mutattam, van egy kis visszaégés. Látjátok, egy kis barna. Hogy ez a dugattyúnak a színe, a franc se tudja. A másik oldalt, ott nem nagyon látok, hogy itt. Most melyik oldalt vettem ki? Bakker, azt hiszem arra. Igen, erre kell kitolni, jó. Így, né. Hoppá, kint is van. Na. És akkor itt a kis csapszegünk, kis miniatűr. Hát egy kicsit meg van égve ő is, vagy mit tudom, el van színeződve, de hát most szerintem ez még nem problémája. Ja, az égelgyűrűt ez valahogy a kerten vész a gyűrűcskét. Rögzítő gyűrűt, hogy jó legyen. Oké. Itt ez a kis közdarab. Vagy minek nevezzelek. Ez nincs meg, úgy nézem, hogy szép, nincs kifényesedve, tehát a csapágy, szimmering, nem hiszem, hogy megforgott bent. Hogy most gyárilag ez valaki előttem szétszette, vagy sem, én nem tudom. A csapágy, öröm nézzetek a csapágyak. Atom. Milyen szép. Oda néz. Egy kicsit van egy kis hangja, de nem brutálisan. Hát a szimmering, az arról nem mondok semmit, mert az, hát ja, az jobb, ha az csere. Ez nézzetek oda, azért már ja, kicsit el van használódva, meg itt is. Úgyhogy nem tudom, ez a ilyen fehér pasztál van összerakva, nem tudom, eredeti stíl lenne, vagy mi a franc, fogalmam nincs, de ilyen fehér anyaggal volt össze. Nyomva az egész. Hát meg itt a micsoda alatt is látszik a főtengelynek a végén ilyen kis égett hülyeség. Tehát ma lesz pucolva róla szépen. Amúgy szerintem nem probléma. Főtengelyünk az frankó még, úgyhogy ezzel szerintem talán nem lesz probléma. Meg szerintem a csapágyak is, én azt mondom nektek, egy kis féktisztítós pucolást adok nekik, aztán jó van. Az marad ugye, az jó lesz. A szímeringeket, ezt minden esetre kicseréljük, aztán ez a tuti. Tehát így néznek ki. Azért már lehet látni, kívül is egy kicsit maszatos, meg olajos. Meg hát ugye kopóeszköz, ez van. Hát a gyűrűk, nem tudom, egyszer nem veszem le őket, én nem akarom itt, hogy majd tulaj megmondja, mit akar velük csinálni. Cseréljünk a gyűrűt. Annyit megmérek, hogy mekkora a maga a gyűrű, mekkora kell rá, ha kéne rá. Azt esetleg megnézem. Hát olyan 34-es, hogy satszolom ezt a kis. Ja. Ugye? Vagyatok, szemüveget teszek föl, mert sajnálom, de ja, apró fülyeséget már ki a franc lát meg. Itt mérem meg. A tetejét egyszer megmérem, itt a gyűrűk fölött ezt a részt. Tehát nézzetek, 34. Alul szoknia. És ott is szépen meg van a 34-es. Tehát 34-szer, úgy nézem, 1/5-ös. Igen. 34-szer 1/5-ös gyűrűk kellenek rá. 2 darab. Hát, ja. Majd egy konzultálok a tulajjal, hát alatta is látom van maszat, hogy dugattyúgyűrűk alatt, úgyhogy azt is hát le kell vennem szerintem minél. Hát azért lenne érdemesebb akkor ezt is kicserélni, mert ne Isten elpattanik, hogyha szedem le, akkor baj van. Akkor baj van. De alatta is mindenféleképp a hornyot ki kell pucolnom, mert az is tele van maszattal, látom, úgyhogy ha már egyszer idáig szétszedte az ember, akkor természetesen mindent szét kell, jaj, ki kell pucolnom. Na, megnézzük akkor ezt a úgy nézem, 12-es, ugye? Na, hát a szemüket megletettem így a fejembe. Na. Azt mondja, hogy 12-es a ugye, tengely mérete. 12x22-es. 12x22, ugye? Szer 7-es. Ugye? Szer 7-es.
Tehát 12x22x7-es szimmeringek. Megnézem a másikat is, az a biztos. És 22 és 7-es. És a tengely ugyanannyi, szerintem itt is 12-es, gondolom. Igen, 12-es. Jó. Oké. Hát minden adatot elmondtam. Hát a csapágyak, én azt mondom nektek, hogy azok elég szépen pörögnek, elég szépen futnak. Tudom, hogy illomos lenne, ha már egyszer szétszedtem így a gépet, akkor illomos lenne, hogy kicserélni azt is, de nem. Én szerintem azok még elmennek egy darabig. Azért. Szerintem az még eredeti... Jaj, hol a tokja? Az még eredeti csapágyak lehetnek, gondolom én. Nem tudom, tényleg ezzel a fehér pasztával, vagy ezzel a fehér hülyeséggel össze lehet rakva ez a... Na várjátok, itt tömítés lehetett, vagy... Ja, így volt alul a tömítés, igen. És a többi között meg ez a fehér paszta volt. Tehát itt meg pasztá volt összenyomva, ez a fehér cucc, látjátok. Nem tudom, hogy látszik olyan ennyire sem. Na hát, az elég tiszta forgattyús ház. Az előbb belesett egy kozda, az nem oda tartozott. Szép tiszta. Itt se látom, hogy pörgött volna a csapágy, tehát szépen álltak a szimmeringek, meg minden. Úgyhogy, oda nézzetek. Ez a csapágy szerintem ez még elmegy egy darabig. Meg ugye ez még eredeti főtengely, látható ott a beütés, nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire sem. Na most talán látszik, ugye. Hát a csapágyak ezek, most nem tudom hányasak lehetnek, de ez még szépen, szép halkan pörög. Úgyhogy ez marad így, meg minden marad így. Mert a régiben szimmeringeket cserélünk, tömítéseket cserélünk. Ugye ide a hengertalp alá egy tömítést teszünk, akkor teszünk a, ugye kipufogolást teszek egy új tömítést, akkor a viafenéhez is kéne egy új tömítés, karburátorhoz. Na még a karburátor, az a kérdés, hogy ugyebár, meg ugye akkor megpucolom a hengert, mondtam a tulajnak, hogy azért ezt lepucolom róla ezt a maszatot, mert hát azért egy kis hűtés azért legyen a gépnek azért. Ha már így van, akkor egy kicsit átpucolom, átnyálazzuk úgymond. Ja, ezt a kis hülyeséget, ezt elrakom, mert el fog veszni. Nem tudom, hova kéne eltennem, voltak nekem ilyen kis visszazárható zacsekjaim, és akkor abba be kéne tennem. Hát így, hogy végighúzom a gyűrűket. Halljátok, hogy karistolnak, tehát alatta ki tudja, milyen korom, meg mit tudom, mik vannak. Úgyhogy azért nem árt, ezt le kell szednem, aztán ki kell pucolnom a gyűrűnek a vájat, tehát. Vagy a hornyát, vagy Isten tudja, minek nevezzem. És a jelölésem még rajt van, tehát ez a kipufogó oldali rész. Úgyhogy a dugattyút szerintem az marad a régi. Hát most ez egy stíl dugattyú, a franc se tudja, miről lehet ezt megállapítani, fogalmam nincs, de biztos. Szerintem ez még nem volt bontva, ez a gépezet. Na addig ezt el fogom veszíteni innét. Valami szacsakot kéne keresnem neki. Aztán abba belerakni őket, mert hát így szerintem el fog veszni. Úgyhogy itt egy kis zacsek, beleteszem ezt, meg beledobjuk a gyűrűt, bele nem akarom tenni, meg akarom belefeszegetni, hogy őszinte legyek, utána meg feszegessem ki, mert ugye ma délután is jön a tulaj, elviszi az agregátort, és akkor esetleg megmutatom neki, hogy mire gondoltam. Mert ugye videóimat nézi ő is, mert hát persze most figyelemmel kísérő. Tehát így ő látja, hogy mit javítok rajt, hogy néz ki. Tehát nem árulunk zsákba macskát. Úgyhogy lássa tulaj is, hogy milyen a gépe. Meg az, hogy mit csináltam vele. Tehát nem az, hogy most összedobom neki a hitfány szemetekkel. Aztán, ja... Neki, mint általában ugye sok helyen csinálják, hogy autószerelők felírnak olyan dolgokat is, ami nem is cserít ki, ami nem látható helyen van. Úgyhogy épp azért, amit lehet, az ember itthon megcsinál, mert azt tudom, hogy ezt kicserítem. Na ezt akartam ebbe kihozni, mert sajnos igen, vannak ilyen emberkék. Nem mindenki, nem akarok tisztelt a kivételnek, tényleg vannak kivételek, aki becsülettel végzi a munkáját, de hát van sajnos aki úgy van vele, hogy na, lehúzzuk a jó embert, aztán kész. Hát én nem az az emberke vagyok, úgyhogy látható, hogy így néz ki akkor a gép. Szépen el lesz mosva. Régi céljóval kicsit átöblítem, aztán én. Tehát ezt a piros pasztát fogom használni. Talán azért jó lesz, nem tudom, ez egy ári, ez a fehér, ez milyen anyagból van, vagy miből van. Ez a tömítés, ez fura. Na mindegy, majd nézek esetleg.
az FS-hez, direkt 45-ös tömítés, de épp azért nézegettem dolgokat, és azért most szedem szét a gépet, annyira két Simmering a stimmel, mert azt hiszem a két Simmering ez a méret volt megadva, de hát ebből is úgy csináljuk, hogy akkor ha egy mód van rá, akkor eredeti stíleket kéne beletennünk, az a tuti. Az a tuti, mert azért ne ilyen utángyártott valamiket tegyünk bele, mert ki tudja, az mennyit bír. Azért, ha már szétszedtük ennyire gépet, annyit megérdemel szerintem, hogy egy eredeti stíl Simmeringet dobunk bele. És akkor még egyszer elmondom, én csapágyra nem gondolok, csapágyak szerintem azok jók lesznek, kár lenne ezeket leszedni, minek vegyem le. A dugattyúra, a gyűrűket én hát személy szerint lehet, hogy kicserélném. Megnézzük, hogy milyen áron vannak ezek a gyűrűk, aztán esetlegesen azt hiszem ezek az egykezesekben is hasonló a dugattyú, most gondolkodok, hogy hasonló a méretük, azt hiszem 34x1.5-ös, nem álljatok, váljatok, kicsit várjatok, akkor amíg ráértek, mindjárt itt kis render vágom, aztán az expertnek a dugattyúját megmutatom nektek. Mert ugye az még szét van nekem itt bontva, ugye ahhoz még alkat részek kellenek, hát itt nem ebben van benn, bocs. Fotorátok még kicsit, van, itt kell lenni ebben a ládában is. Na kérem, itt is van a kis expertünknek a főtengelye, kis egykedes, na nézzetek oda, itt a dugója, és szerintem annyi, hogy ez is azt hiszem 34-es, ha jól tudom. Tehát szinte ugyanaz a dugattyú gyűrű jó rá, mint a kis egykedesekben lévő dugattyúknak a gyűrűje, ha jól emlékszem rá. Na várjátok, fölteszem megint az okulárit. Úgyhogy ilyenekkel megy az idő, de hát ez van. Mondhatjátok azt is, mi a francért veszem le, mi? Ja. Na nézzetek oda, látjátok? Ő is egy 34-es. Tehát ugyanaz az most, hogy gondolkodok, esetleg magasságra lehet, hogy nem stimmelnek, de viszont a dugattyú gyűrűt erőjén már levettem, és itt egy dugattyú gyűrűje a kis expertnek, és nézzetek oda, ő is egy 1.5-ös dugattyú. Tehát szinte ugyanaz a dugattyúja, dugattyú mérete, mint a kis egykezesekben lévő dugattyúk. Meg a gyűrűk is. Tehát ugye most ne téveztem meg senkit, hogy ezt csak egy stílzacsekba tettem, de ezek vannak félretéve, hogy várják a sorsát, ugye, sorsukat, ehhez kell alkatrész, ugye gyűrűt akarok hozzárendelni, Simmeringeket, meg ezt, meg azt, meg amazt. Na most nem az a lényeg, csak úgy észrevétel, hirtelen ezt vettem észre, hogy azért jó emlékeztem, hogy valahol nemrég méregettem ezeket a dolgokat, mikor írtam össze a úgymond a fekete listámat, hogy mik kellenek, és úgy emlékeztem, hogy 34-es annak a gyűrűje is, meg a dugattyúja, meg a gyűrűje is 1.5-ös. Na, hát ennyi lett volna ez a kis szösszenet, és még nem is öblögettünk, emberek. Látjátok, amit pofáztam itt, és még nem is öblögettünk. Na, így akkor még kicsit öblögetünk, jó? Azért nehogy már az öblögetés meg elmaradjon, hát Isten ments. Remélem, most már kellemes, jó idő van, az elején ilyen hitfány fát tettem rá, az Isten nem akart menni a... Most úgy tolja hátamra a meleget, mint az állat, ezt szeretem, ez a jó idő. Na, tényleg öblögessünk most ezzel a hellel tolunk egyet, tehát ezt meg nem mondom, milyen ízesítésű. Strong focus, mit tudom én, van benne minden hülyeség, ugye ilyen olyan vitaminok, úgyhogy most ezt a fájós torkomnak ez most jót tesz, úgyhogy öblögessünk. Egészségetekre! Hát itt nem mondjak, nem vagy meleg, pedig biztos benne, hogy kicsit átmelegedik itt benne. De hát ugye, mint mondottam, hitfányfával nem lehet tüzelni. Ugye azt hoztam be az elején, amíg levágtam gurigákat, ott voltak a tesztpályámnál. Aztán hát ugye az ott a földön hevertek, igaz, hogy mostanában hál' Isten nem volt eső, úgyhogy, de azért vizesek voltak, azt az Isten nem akart fűteni. Most voltak ezek a tujóoszlopaim, amiket még kivágtam, tujákat, ugye magát a törzsét megtartottam, most azok föl voltak támogatva a nyírfa mellé, úgyhogy azok olyan szárazak, mint a csont, kis flinkével vágtam össze.
Úgyhogy itt érzem is, hogy meleg itt. Ez érzem, ez tényleg száraz anyag volt. Na, visszatérve ez a kis gépezetre. Hát ugye most ma, mint mondottam, jön a tulaj. Elmagyarázok neki ezt-azt, meg esetleg még tényleg nem tudom, hogy Bovden, most, hogy ránézek a Bovdenre, majd megmutatom még a Bovdent, jó? Hogy miért is gondoltam azt, hogy ez is ki van szálkásodva sajnos. Nem tudom, hogy tudnám nektek ezt. Állj meg, öcsém. Ott van egy kis szálka, ott lóg, látjátok? Tehát az ott már, na most látszik. Tehát ott szálkásodik a Bovden, ez nem jó. Ugye ez nem jó? Hát nem tudom, egy ilyen Bovden mennyibe kerülhet, vagy pedig a szálkás rész az egy szált ki, pöndörítem belőle egy részen, aztán talán még az jó lesz. Ezt majd a tulaj eldönti, mit akar. Nem tudom, milyen Bovden mennyibe kerülhet, meg van-e egyáltalán, lehet-e ezzel a géphez venni. Még le kérne mérni, milyen hosszú. Hát így nehéz lesz. De mindegy, az nem hibája. Az a legkevesebb hibája a szálkás a Bovden. Itt más gond van. Én nekem a karburátor, nem tudom, az valamiért sántit. Várjátok. Tehát ez a karburátor, ez valamiért sántít, nem tudom, lehet, hogy ez volt rajta, én nem mondom, hogy nem. De ugye én olyanokat láttam, hogy volt rajta két plusz állító csavar, tehát nem ilyen. De viszont ez is rávaló, mert úgymond a csatlakozók, mert nincs őnek a csatlakozói, azok viszont jó helyen vannak. Ja, viszont ebbe is lesz majd membrán csere, azt még el is vettem mondani, ugye ebbe is kell. Hát nem tudom, ez a kis szivató, még benne a benzin, látjátok, belőtjök, tehát tartja. Úgyhogy nem lesz gond ezzel a kis primer pumpával, de viszont érdekes ez a kis karburátor. Érdekes. Tehát azért keresgettem, képzeljétek, keresgettem, már külföldi oldalakon is jártam. Ugye a külföldi, az ismert aukciós oldalakon is már körülnéztem. Ugye ott is sok mindent árulnak, komplett szetteket, ugye benn van tömítés, membránkészlet, membránok, membránkészlet akarom mondani, benn van a két szimmering, dugattyúgyűrű, meg mit tudom én, ez van, nem is tudom hány euróért, vagy dollárt, nem tudom milyen alfolyamban volt, nem fogalmam sincs. Csak ugye az a baj, oké, azt előre kifizetem, de viszont az mire egy hónap. És nem tudom milyen minőségű. Úgyhogy szerintem a tulaj se egyezne ilyen be bele, mert hát ugye sose lehetem sem tudni meg, hogy egyáltalán jó-e, milyen minőség. Én azért ezért is mondtam azt, hogy ha lehet, azért szimmeringeknél is a stílt válasszuk, meg a belevaló a karburátorba is a belevaló cuccokat. Hát ez egy jelölés, most mit tudom, mi a szám ennek a karburátornak, fogalmam nincs, nem találok rajta jelölést, hát csak itt nincs valami kis írás rajt, hát ja, persze nem láttok semmit, bocs, így próbálom megmutatni, ha rázumol a valami, hát így se látok semmit, láttok valamit? Na most a rázumolt, nagy nehezen sikerült neki. Na nem tudom, ez a jelölés van rajt, meg más nincs. Meg ez a hátulján, ugye. De mást nem látok rajt. Na mindegy. Hát a stíl felirat rajt van. Meg nem tudom, nem az van rajt, hogy Kína? Most nézem, várjátok, baker. Itt ez a micsodára valami rá van írva, nem? Hína, ugye? Tehát egy Zama stíl, Hína. Csíkína. Na hát, ja, nem tudom, azért mondom, hogy utángyártott lenne ez a karbúja. A franc se tudja. Nem ez az eredeti karbúja. Na mindegy, mert ez a tulajon leegyeztetem ezt, hogy ez nem volt valamikor cserélve rajt. De nem hiszem, szerintem ez eredeti karbúja. Lehet, hogy azok az utángyártottak, amiben két csavaros. Amit utólag meg lehet venni hozzá, azok a dupla csavarosak, ilyen kis fekete kupak van a csavaroknál, vagy mint tudom, ha rákerestek a neten, megtaláljátok. Mindegy, figyeljetek, én ebbe hozatok membránokat, aztán meglátjuk. Na, egészségetekre! Hú, ez jó tesz a torkomnak. Tegnap is egész. Nem is annyira torkom van megfájdulva, én nem is tudom, mert ha beszélni tudok, halljátok. Lehet, hogy sokat is mi. Hanem, remélem, elfordítom a nyakamat, itt fáj a torkom. Tehát valami hülyeség kerülget, nem tudom mi. Én most, hogy itthon vagyok, itt kell kapni valami szemetet. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg.
egyre ennyi volt. Nem tudok már ebből más kihozni. Maximum pucolgatás, tisztítgatás, esetleg azt még megcsinálom. De nem, addig nem csinálom meg, hogy a tulajnak megmutattam, hogy látható, hogy néz ki a henger, meg minden. Hogy azért lássa különbséget majd, jó? Tehát itt magamat fényezzem egy picikét. De úgyis már nézi a videót, akkor legalább jót röjök magába. Ügyességet dumálok. Úgyhogy, ha úgy lesz, akkor... Hát így nagy vonalakban én azt mondom, hogy a két gyűrűt azt nem tudom milyen árban van. A két gyűrűt az fogalmam sincs milyen árban mozoghat, de... Hát figyeljetek, az alkatrész árakat elnézve, tennap, hogy elnéztem, így megközelítőleg mondok árat, jó, megközelítőleg mondok árat, tehát nem micsoda tudkerány, mert én is csak egy nagy vonalakban nézegettem már. Hát nem tudom, a bovdet nem számoljuk bele, meg a gyűrűket. Hát egy 5000-es. Egy 5-ös betakarja szerintem a szimmeringeket. Mondjuk a szimmeringek, nem tudom, nem néztem direkt stíl szimmeringeket. Tehát egy nagy vonalakban néztem, vagy azt meg sem néztem, de megnéztem azt hiszem. Meg tömítés, meg a karburátorok membrán készletet. Hát kb. Egy 5000-es talán betakarja, de ez csak egy tipp, nem 100%. Ugye akkor ez jönnének esetleg az alka gyűrűk, ez majd a tulaj eldönti, hogy rendeljünk vagy ne rendeljünk. Én minden esetre azért majd megnézem, milyen áron vannak ezek a gyűrűk, meg a szimmeringek. Hát délután 4 óra körül, 4-5 óra körül érkezik, addigra én összeírom neki, hogy hát egy nagy vonalakba átnézem, hogy mit is kéne cserélni, meg mennyibe fognak fájni. Aztán majd ő eldönti, hogy mit rendeljünk meg, meg mit nem. Ez már az ő dolga lesz, nem az enyém. A csapágyak maradjanak. Én azt mondom, a csapágyakat, én szívem szerint, én nem azt, hogy most le lehetne róla venni, meg rá lehetne melegíteni, mert nem fémházas csapágyak, tehát nem lenne vele gond, mindig ezért kilóttam a műanyagházas hülyeséggel. De lehet, hogy lemérem azokat is, aztán nézek egy árat. Ha úgy gondolja, cserélhetünk azt is, nekem mindegy. Fogalmam nincs. Tehát egy ilyen csapágy mennyi, egy 1000-es betakarnya darabját. Nem tudom. Attól függ persze milyen csapágy, egy kolyó vagy egy fag csapágy. Ez nem tudom, tényleg most fájtok, ez van valami írás, van ám rajt, de haukba kell, most meg kell nézni. Most látok valami írás rajt, hogy valami írás van azon a csapágyom. Doktor prof. NTN. Fogalmam nincs mi az. Na, megmutatom nektek is. Látható, nem látható, mi? Nem mi. Na. Ó, bakker, ott van egy valami fejrat, látjátok? Ott egy fejrat. Itt van még egy fejrat. Meg ott van még egy fejrat. És szám. Ennyi a jelölés. Mindegy, figyeljetek, én azt mondom nektek, ez kár lenne kicserélni. Nem vagyok túl, hogy eldönti. Csak ismételgetem önmagamat, jó? Na, tényleg most már be is fejezem a pofázást, mert már fél óráig csak pofázok a semmibe. Aminek semmi értelme, seféle, se farka, csak mondom a hülyeségeket. Majd a tulajra beszélek, akkor majd tudok újat mondani, jó? Akkor be is fejezem, aztán meglátjuk, hogy hány rész lesz, meglátjátok, hány rész lesz, nem tudom, hányba vágom össze, meg mikor fog fölkerülni, fogalmam lehet, hogy nem ma, hanem hónap után. Hát a vasárnapi videózás, igen. Az igazság, de mondjuk pofázok egy kicsit, jó? Az igazság, hogy ugye egyre szebb idők vannak kint, és ugye egyre később megyek be. Tehát ugye télen hamarabb sötétedik, most már tavaszadik. És ugye az emberek volt ideje ott benne összevágni a filmeket, amiket fölvett. De itt most egyre kevesebb az időm, mert hát ugye az ember ezt is csinál, azt is csinál, nem csak a ugye, videózás, mert ma azt mondja, hogy sokszor megszól, hogy megint csak a videó. De hát ugye, higgyetek el, én szeretem ezt csinálni, úgyhogy ez van. Én szeretek ezzel foglalkozni, persze ez is kell, mert hogyha csak kényszerből csinálod ezt az egészet, akkor szerintem az nem lenne jó. Hogyha na kényszerből csak videót meg kell, meg mit tudom, én szeretek ezzel foglalkozni, belőrök velük ilyen gépekkel is, leszórakozok, utána megvágom, ráérek, hogy benne szórakozok, még a videót is összerakom. Ugye a zenéket, mint láthattátok, elég jó kivettem a videókból, mert hát ugye sokan azt írtátok, hogy kár a zene, kár a gyorsítás, meg mit tudom, hogy micsoda, úgyhogy akkor zenés részeket ezen túl nem nagyon fogtok találni. Max, ha esetleg csinálok egy ilyen kis zenés, de abban csak olyan kis zenés szösszenet lesz, ilyen kis
5 perces vagy 10 perces kis zenés, az aláfestéses lassított tavaszi virágok, itt a vicserák. De ezt csak úgy hülyeség mondtam. Tehát azokat megpróbálom kiiktatni, hát a régiekből nem tudom kivenni, ugye nem is akarom, úgyhogy meglátjuk, jó? Na, épp ezt akartam mondani, hogy ezért is sajnos a vasárnapi videók, azért, meg hát az összes videó ugye csúszik, ugye a tegnapi videóimat talán ma tudom megcsinálni, volt egy olajcseréről egy videó, meg a Stihl 023-as a karburátorát néztük át, ugye membrán készlet véget, hogyha kell rendelnem cuccokat, akkor rendelek azt is, meg az experthez is kell, meg ez is, meg az is. Úgyhogy épp ezért is sajnos így folyamatában mennek föl a videók. Hát ugye a Valipini, az a magasító tárgyalás az Isten napi készült, de ugye összevágtam magát több napi felvételt, épp azért aztán a fölkerült, az a szombaton. És akkor a mai nap elvileg föl fog kerülni, nem tudom, ebből a Stihlből föl fog kerülni valami, szerintem nem nagyon, mert hát most is popázok mind az állat, ugye, fölöslegesen, úgyhogy majd meglátjátok, jó? Akkor tényleg most már befejezem, jó? Nem akarok senkit itt untatni, hogy végighúzza a csúszkát ott alul a videó alatt, mert gondolom ezeket is végighúzzák, aki nem kíváncsi erre az ügyesöket szemegre. Na, mindenkinek a legjobbakat jövő hétre, jó munkát, embert, jó erőt, egészséget és kitartást. Aztán sokára ismét itt a hétvége. Na, mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok, és egészségetekre.